1946 tavaszán éppen ezekben a napokban lesz 60 éve, hogy elkezdődtek a kitelepítések. Magyarországról, a szülőföldjükről egy batyúval űzték el a svábokat. Erre a keserves, nehéz időkre emlékeztek az ófalusi plébánia templomban és a falusi iskolában 2006. május 14-én. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Város Önkormányzata közösen várta az emlékezni akarókat a vecsési svábok kitelepítésének 60. évfordulóján rendezett megemlékezésre. A megemlékezés 15 órakor szentmisével kezdődött a Jókai Mór utcai templomban. A szentmisét Gerhard Pischl limburgi segédpüspök úr mutatta be, Káposztási Béla plébániai kormányzó közreműködésével. Damit endet unsere Predigt, die Predigt von Markus, bist du, und Petrus bin ich. Und so wie wir beide uns jetzt die Hand geben, ein Ungar hier und was für einer und ein Deutscher, so geben wir uns auch jetzt die Hand miteinander, mit all den Menschen, die hier versammelt sind und die zu uns gehören. Nachher beim Vater unser werden wir uns die Hand geben, das sage ich Ihnen jetzt schon, damit Sie auch in den Mittelgang zueinander kommen und die Hände geben, denn du Bella, du glaubst es kaum, wir sind Brüder. Befejeződik ez a prédikáció, már én Pálnak a prédikációja, és itt önök előtt, ahogy egy magyar és egy német ember áll, és ahogy ők megfogják testvérként egymásnak a kezét, valahogy ilyesminek kellene megtörténni. És előre mondom, hogy a szentmisében, amikor miután következik, akkor kérlek benneteket, hogy majd fogjuk meg egymás kezét, úgyis, hogy ne csak a padokba, hanem itt a sorok között zárjunk össze, és tényleg egyetlen kézfogás, egyetlen közösségi tegyen bennünket ez a jelképes gesztus. Amen. Amen. A mise után több szervezet és kitelepítést átélő megkoszorúzta a templom falán és a vasútállomás épületén elhelyezett kitelepítési emléktáblát. Thank you.
falusi iskolában folytatódott a megemlékezés. Az est házigazdája Tófalvi Mónika volt, a Német Nemzetiségű Önkormányzat elnöke. Az ünnepi műsort Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke nyitotta meg. Elérkezett az idő arra is, hogy kimondjuk az igazságot, azt az igazságot, amit sok egyéb igazságot évtizedeken keresztül elhallottak, nekünk is elhallottattak felül. Nevezetesen, hogy az akkori magyar politika jelének óriási felelőssége van a magyarországi németek előzésében, az a kezdeményezés tőleim volt az akkori politikai döntés az önkormányban. Óriási felelősség van a győztes nagyhatalmaknak, amelyek hozzám értekezleten hozzájárultak a magyar kormány kérésének teljesítéséhez. Ez utóbbit szokták úgy értelmezni korábban, hogy megparancsolták a magyar kormánynak a kitelepítést, nem igaz. A kezdeményezés innen indult. És ezt azért kell elmondanom, mert nem jó, hogyha hazugságban 200 ezer ember kényszerült elhagyni szülőföldjét. Már csak gazdaságilag is óriási veszteség volt az országban, hiszen szorgalmas parasztokat, pénzügyeseket, hivatalnokokat, érdekességeket veszített az ország. A Petőfi Sándor Gimnázium tanulói műsorából láthatnak részleteket. Villámcsapásként érte a parancs, mely szerint 3 óra múlva el kell hagynunk a házat. A rendőrök a 62-es számú házat keresték. Mózner János keresünk, meg tudnánk mondani nekünk, melyik házban lakik? Kérdezte az egyik utcán beszélgető asszonyoktól. Ott túl, abban a náthiteles házban lakik. Válaszolt az egyik asszony. Mózerné az ajtóban állva meglátta a kapun belépő férfiakat. Jó napot, Mózner János itt lakik? Kérdezte az egyik. Igen, én a felesége vagyok, az uram sajnos nagyon beteg, minden percben várom az orvost. Ha nem hiszik, kérem győződjenek meg róla. Én csak attól félek, hogy talán meg se írja a hallatot. Kirákozott az asszony. Sajnos mi ebben nem tudunk maguknak segíteni. Ami a beteget illeti, azt majd az orvos fogja eldönteni, hogy szállítható-e, vagy nem. Zogoknuszlósz. Verstoßen und verlassen. Sein ganzes Hab und Gut in seiner Hand. So flüchtet auf kahlen öden Straßen, wo kein Heim und keine Ruhe fand. Auf lehnt sich erschöpft auf seinen Stab, liegt aussichtslos und trübe um sich her. Mária Berger elmesélte, hogyan élték át a 60 évvel ezelőtt történteket, melyet Páverita tolmácsolt. Az előzésnek immáron 60 esztendeje. Visszapillantva következőket mondhatom. Gyökértelenné válni, majd elég erővel rendelkezni ahhoz, hogy bátorsággal és hittel vegyük az élet akadályait, lenyűgöző, tiszteletre méltó teljesítmény. Mindez azért sikerülhetett, mert szívünkben elevenen élt hazánk és származásunk. Früvirt Mihály a Kultúrverein elnöke invitálta az érdeklődőket az iskola épületében lévő kiállítás megtekintésére, valamint bemutatta az évforduló tiszteletére megjelent könyvüket is, amely a Hadifokoly napló címet kapta. Következő adásunkban erről bővebben is hallhatnak. Bükk László polgármester és Gál István képviselő tolmácsolta a képviselőtestület döntését. Becsésváros önkormányzata képviselőtestülete az 1946. évben hazájuktól, állampolgárságuktól megfosztottakat Becsésváros tiszteletbeli polgáraimá fogadja, és az erről szóló oklevelet a polgármester úr minden érdekeltnek át fogja adni. A műsor színvonalát a Nachtigallen kórus produkciói is emelték. Dr. Tóth Ágnes történész előadásában a kitelepítés előzményeiről hallhattunk.
Én az előadásomban elsősorban a magyarországi politikai vitákról beszéltem, amely elvezetett a hazai németséggel szemben a kollektív büntetés elvének az elfogadásához, de természetesen külpolitikai vonatkozásai is voltak. Mint ahogyan említettem, egy nagyon bonyolult folyamatnak a végeredménye 1945. december 22-én hozta meg a magyar kormány azt a rendeletet, amelynek értelmében minden az 1941-es népszámláláskor magát német anyanyelvűnek vagy nemzetiségűnek valló magyar állampolgárt Magyarországról kitelepítettek. A kitelepítése teljes körűen nem került sor, körülbelül 200-220 ezer magyarországi németet telepítettek ki 46 januárja és 48 júniusa között Magyarországról. A politikai motivációk között meg kell említeni, hogy a magyar politikai elit elsősorban meg akarta büntetni. Ideológiai oka az volt, hogy meg akarta büntetni a németséget általában, illetve a hazai németséget. A vesztes háború egyik okozójának tartották. Miután azonban itt 45 után, 45 és 48 között egy hatalmi átrendeződés is folyt az országban, itt elsősorban az a motiváció lépett előtérbe, amit a magyarországi németek kitelepítése révén hazai politikai erők el akartak érni. 45 márciusában meghirdették a földbirtokreformot, ebben minden hazai politikai erő egyetértett. Itt azonban olyan csoportok, társadalmi csoportok jutottak földhöz, akik korábban soha nem foglalkoztak földműveléssel. Tiszántúlról viszonylag Észak-Magyarországról egy nagy alányú belső telepítés indult meg az ország más területeire, és ezt csak a hazai németek földterületeinek a rovására tudták megcsinálni. Itt elsősorban a 45-ös választások, 45 őszi választásokon a szavazóbázis erősítését akarták a hazai politikai erők ezzel elérni. Elsősorban tehát azoknak az anyagi javaknak a felhasználása, amivel a hazai németség rendelkezett, azt kell, hogy mondjam, hogy praktikusan ez volt a motivációja annak, hogy minél nagyobb részét ki akarták telepíteni az országból, illetve a kitelepítésen túl természetesen a vagyonelkobzás játszott főszerepet. A motivációknál, illetve a külső kényszereknél nagy súllyal esett latba, hogy a 41-ben Bácskába letelepített bukovinai székelyek ismét menekülésre kényszerültek 44 őszén, mintegy 20 ezer embert le kellett telepíteni Magyarországon, illetve a környező országokból nagy számú. Pontos számukat nem tudjuk, de 200-250 ezerre teszi a kutatás. Magyar menekültek érkeztek Magyarországra, akiknek az elhelyezését szintén meg kellett oldani. És hát a 46. februárjában aláírt szlovák-magyar lakosságcsere értelmében a szlovákiai magyarok egy részét szintén áttelepítették Magyarországra. Igaz, hogy ezt lakosságcserének hívjuk, és magyarországi szlovákok is jelentkezhettek kitelepülésre, de nagyobb arányban, mint egy 95 ezer ember érkezett Magyar-Szlovákiából, és egy 60 ezer magyarországi szlovák jelentkezett áttelepülésre. Egyszerűen tehát volt egy olyan migrációs kényszer is, hogy ezeknek az embereknek az elhelyezését, a megélhetését biztosítani kellett, és az ideológiai megfontolásokon túl ez vezetett ahhoz, hogy a kollektív bűnösség elvét elfogadva a magyarországi németek kitelepítéséről rendelet született. Következő riportunkban egy olyan ember emlékezik vissza, aki maga is átélte a kitelepítést. Május 14-én vittek innét el Magyarországra, Németországba, Weiblingenbe. Oda ment a vonat, Weiblingenbe. Úton voltunk egy hétig. Igen, 14-én indultunk innét, és 21-én érkeztünk Weiblingenbe. És ottan kitvagonoztak, és akkor elvittek egy lágerba az egész társaságot, nem egy helyre, két helyre. Mi Murhárpra jöttünk a lágerba, és ott voltunk, körülbelül mennyi voltunk ott,
6 hetet, vagy 7 hetet, nem tudom pontosan. Ott a szüleimben volt, nem, csak az anyámmal voltam, az apám fogságban volt, és ő kint találkozott velünk Németországban, mert ő amerikai fogságban volt. És ott kint találkoztunk, és akkor ő is eljött hozzánk, mert megtudta, hogy hol vagyunk, szerencsére, és akkor ott egy házban laktunk, Stettember, egy szobában voltunk négyen, az öcsémmel, az 52-ben kiment Kanadába, és most egyedül voltam mondjuk Németországban, mint testvérem, már testvérem nem volt, csak az öcsém egyedül. És ott én itthon paras gyerek voltam, ottan meg könyves munkát tanultam két évig, két és fél évig, és akkor mint könyves dolgoztam kint Németországban. És akkor felépítettem saját házamat, mint könyves, ugye, érthető, nem? És akkor abban a házban lakunk még mám, és a szüleim már nem élnek, na, anyósom, azok szóval meghaltak, ugye? Hát én is már korban vagyok, ha jobban mondva. És így egyedül élünk a házban, feleségemmel. A lányom a házas, az külön lakik, az Waldenbuchban lakik, ott épített egy kis házat. És így hát minden héten egyszer meglátogat minket, és akkor hát így élünk Németországban, mondjuk azt. A nyugdíj annyi, hogy megélhetünk belőle, jó, lehet azt mondani, hogy jó. Van egy lakom van, ugye, és az még hozzá segít, és szóval nem panaszkodhatunk. De ez egy, hogy a hazánkat nem tudjuk elfelejteni, az biztos, ugye, mert még minden évben hazajárok a feleségemmel, szegény nem bírt eljönni, mert kicsit beteges most, és most egyedül jöttem Becsésre, erre az ünnepére itten. Mondtam, mert 14-én vittek minket innét, és hát mondom, el kell jönni ökvetlen, mert sok rokon van még itthon, már a feleségem rokonai az legtöbb itthon maradt, az én rokonaim a legtöbb kint van, volt, meghaltak már, ugye, de a feleségemnek sok rokona van még itt Vecsésen, és azáltal ide húz az egész dolog Vecsésre. Hát, és milyen így visszaemlékezni? Mire? Szép bálakra, amik voltak, amik én fiatal koromban, meg az ősztáncokra, amik vakva voltak, ami most már nincs, ugye, sajnos, szép bálok, és hát az egész, ami Magyarországon volt, az minden jó volt, és szép volt. Na, az első években nagyon nehéz volt, mert mi akkor kint a magyar cigányok voltunk, mint svábok, ez csodálatos, ugye, és magyar cigányok voltam, mint svábok, hát ez hihetetlen, nem? Szóval nem bírtak minket. Minket ilyen legtöbben ugye ott se volt lakás, le volt bombázva minden, és ez érthető volt, míg idegenek voltunk, és akkor ott nem kérdezték, hogy hova, egyszerűen a község, vagy a rendőrségbe, tehát így elosztotta a népet. Mi 45-en jöttünk Stettembe, annyian sehol se jöttek egy rakásra, mint mi vecsisiek. 45-en jöttünk Stettembe, és ott el lettünk osztva a házakba így. És ott éltünk egy szobában négyen, négy ágy volt fölállítva, és ott éltünk egy szobában négyen. És én 46-ban vittek ki, májusban, és én karácsonykor megint Vecsésen voltam. Visszaszöktem, mert annyira nagy honvágyam volt, hogy nem bírtam ki. És visszaszöktem. Hogyan tudod visszaszökni? Hát feketén. Szóval visszaszöktem. Na, sikerült, ugye? De itt se tartózkodhattam, mert elkaptak a rendőrség, mert hát érthető volt, és akkor bezártak a toloncházba, ott ültem 4 hetet, és akkor megint toloncoltak ki a határon, megint megléptem, és akkor Vasadon voltam, 2 évig Vasadon voltam, mint Bokros János. És akkor anyám mindig írt, hogy beteges, hogy mindig gondol rám, mert fél, hogy valami történik, mert papírjaim nem voltak, és Vasadon éltem egy paraszthelyen 2 évig, egy tanyán 2 évig, és akkor kimentem Németországba, és akkor megismertem feleségemet, és akkor házasodtunk, és akkor így volt, így ment az élet akkor tovább, ugye? De én megint visszajöttem, olyan nagy honvágyam volt, ezt nem lehet elmondani. És most már önöket ott elfogadják? Most már, de maga nevetni fog, például most én elmegyek kint egy kocsmába, és én ülök az asztalnál, egy német nem ül oda hozzám, inkább a másik asztalhoz ül. Szóval respektálik az ember, tudják, hogy szorgalmas vagy, minden, de valahogy még ma is idegenek vagyunk, és azok is maradunk.